kevesen foglalkoznak csemegeszőlő termeléssel nagyobb mennyiségben, hiszen munkaigényes tevékenység, fajtától függően pedig vannak kényesebbek is. Ábrahám János a borkészítés mellett csemegeszőlővel is foglalkozik, kimondottan a piac miatt telepített 8-10 fajtát az ültetvényére. Véleménye szerint a vásárlói szokások eltérőek. Mindenki másfél szeret. Valaki, aki a nagyáruházak kínálatán szocializálódott, neki a nagy szemű, kevésbé ízes, ízletes, zamatos fajta is sőt azt keresi. Valaki még, még a régi fajtákat is keresi, akár, hogy a, akár a borszölömből, a vegyesültet fényről, a házlevelőt, a zalagyöngyét keresi. Tehát valaki azt viszi el. Így nem is lehet egy, egyértelműen meghatározni, hogy, hogy melyik az, ami keresett. Mindegyikre van vevő. Nyilván nagy, nem nagy mennyiségeket, 50-100 kilót viszek egy-egy alkalommal a piacra, mert annyit nem vesz fel a kanizsai vásárcsarnok. A vásárcsarnokban nem is lehet túl sok helyen szőlőt találni. A kisebb bárusok közt is csak elvétve van a pulton szőlő többen csupán a felesleget viszik a piacra. Megvettük a birtokot, és elég sok szőlő termet rajta, amit nem tudunk úgy megenni a család. Sok időnk azért nincsen rá, hogy hát annyit permetezgessük, meg nem szeretünk ugye permetezgetni sem, mert vagy szőlőt vagy permetszert, egy évben egyszer-kétszer permetezünk, és az, hogy a pluszokat hozzuk el, hogy igazi kis szőlő legyen, amit magunk termelünk. A késői csemegeszől fajták még csak most kezdenek érni a környező hegyhátakon, így pár hétig még biztosan lesz magyar szőlő a vásárcsarnokban.